Bane adja nekünk az Alesso heistet, amit még nem teljesítettem. Történet szerint Alesso érkezik a városba, ő egy DJ zeneszerző, de emellett, hát nem ő a célpont, hanem a Jensek természetesen. Itt mutatják be az új páncéltermüket, azt hiszik, hogy áttörhetetlen. Mutassuk meg, hogy mégiscsak ki tudjuk rabolni. Lopakodva is lehet teljesíteni ezt a rablást, úgy próbálom meg a legmagasabb nehézségi szinten. Sidney haja nem természetesen kék. Nem festi? Ó, nem mondod. Wolf, nem menj a táncparketre. Lesz, mint a nightclub, ez a rablás, nem tudom. Itt van az összetek közül, hát szerintem megveszem a body bag-et, meg ezt az extra cutter. Oké, okay. Akkor lesz még egy, amivel át lehet vágni a falat. Ugyanis a terv szerint van egy belső emberünk, ő eldugott C4-et valahol. Ezt össze kell szedni, és alulról kell kirobbantani ezt a páncéltelmet, és azt a fincsi piszkos pénzt megszerezni. A lopakodós felszerelésemmel megyek. Elég erősen súlykolják ránk. Alesso mindenit. Most olyan kifizetett kinek, hogy megjelenjen a neve a játékba. Na jó, nem menjünk bele ezekbe a dolgokba, hanem keressük meg a C4-et, mint az 5-öt. Mert hopsz, az őrök azért észrevehetnek. Maszkot fel lehet venni bármikor, de hát viszont még nézzünk csak körbe. Jó, itt is fel lehet jönni. Jó, akkor itt csöndbe megkeressük anélkül a C4-et, hogy felfednénk magunkat, szerintem az lenne a célszerű. Ja, hát igen, nem állná az utamat ez. Várjunk, erre még el lehet jönni. Itt hát egy, itt nyitva. Oké. Okay. Ide csak dolgozók mehetnek be. Szerintem lesz, hogy body bag az itt van fent. Aréna. A zene, már tolja neki mindjárt. Drop. Sokan vannak. Látom. Itt elengedjük. Na. Jó. Oda nem mehetünk be. Lounge. Jó, hát akkor megnéztem, hogy hol lehet tovább haladni. Le van zárva két ajtó. Szerintem arra kell lesz. Itt is lezárva. Fogalmam sem. Ez biztos, hogy nem erre, ez nem nyitható ajtó. De akkor ott a... Még gyanús volt nekem. Ez volt gyanús. Meg még ott... Ups. Na, ezt próbáljuk kinyitni. Oké. Okay. Na kezdődjön akkor most már. A lopakodás. Hopp, itt egy... Ez az. Okay. És akkor itt keresgélni kell. Jó, meg is van. Csak több kell. Na jó, X-el van jelölve. Itt mi van? Itt megnézem. Security. Disabled, akkor. Kamerák. Miről beszél az a Dallas? Sehol. Kamera. Erről. Ez pont ideje. Na ide elbújjunk addig. Érdemes kinyitni a többit is, hogyha akarunk. Némi fedezéket. Hát... Gondolom ez véletlenszerű, hogy... Melyik van megjelölve. De akkor... Legalább... Ho, visszafordult vagy ez egy másik? Legalább meg van jelölve. Csak ez idejébe fog tartani, míg megtaláljuk az összeset. Hát kimenni szerintem nem érdemes a másik ajtóhoz, mert... Úgy gondolom ott, ami fentebb, vagy a másik oldalt volt ilyen ajtó, amit, az a szürke, amit lockpikeltem. Az is ilyen helyre vezet. Vagy lehet pont ide. Lehet, hogy pont ez az, amit most fogok kinyitni. Ő is tényleg az, szerintem. Nem, hogy másik. Drop! Jó. Mehetünk. Ez nem. Igen. Most nincs nagy fedezék. Ha itt megáll, akkor... Hát... Itt is egy olyan ajtó. Na hát... Ki kell menni... Akkor, ja, ez volt inkább... Jaj... Fel a kezekkel... Oda be... Nem sikerült teljesen be... Merre hömpöljük? Hát őt nem ide fogom elrejteni, az is biztos.
ide benézhet akárki. Könnyen lebukok. Viszont itt azért van hely. Ide. Ide, ha eldugom, ez így egész jó. Nos. Azt nem lehet észrevenni, hogy ott mekkora nagy vértócsa ott van. Próbáljunk akkor még bemenni. Oké. Okay. Ide, hátra. Itt is. Ha. Oké. Okay. És azt ne kell rakni. De ő nem is, de a kamera biztos. Ilyen az ő is. Nem nyitható. Nincs X, ott sincs. Akkor itt a... Látom, itt a boltok mögött lehet. Jaj, ne, ne vegyél észre. Boltok mögött vannak ezek a... A zöld ajtók. Ák itt vannak megjelenítve. Keresztek és... Bennük pedig ott van. Én így valahol. Jó, még kettő kell. Nem. Hol van még? Ó, hát a civilt. Pedig... Körbe mentem már. Hol lehetne még olyan? Ezt kinyitjuk. Ó. Bejön valaki, nem erre jössz. Arra. Gyere arra. Hú. Jó. Ó, talán erre. Ugye csak a... Biztos az eladói rész. Nem, ide ki. Fú. Elég felismerni ezt. Na, ott hátul már voltam. Ott is. Erre. De ez az ajtó is nyitva itt. Hát akkor merre lehet még? Hát itt jártam. Nem ismerem még eléggé a pályát. Na, erre. Innen indultam. Megyek gyorsan. Ott, ja, erre talán még. De ott a lounge van, oda nem. Oda nem mehetek be. Már voltam. Oda fent talán. Á, ez itt zárva van az aréna. Uh-huh. Baj, azért bodybag-et veszek. Így. Oké, mit dobálnak ki? Jó, hát itt pedig körben. Akkor lehet a földszinten van még. Na, megyek oda. Nézzük itt, mit találok. Ups. Erre. Ó, oh, ide nem lehet bemenni. Tudni. Ide sem nagyon. Divia. Nem. Bekerülök. Egy győr az itt ment, nem? De. Kics le! Gyerünk! Hát hol lehetne még? Itt lent a földszinten tényleg két helyre van eldugva, vagy pedig én nem veszem észre. Egy kettő ajtó van, úgyhogy biztosan lennie kell valahol. Ide be lehet dobni. De ide hátra el lehet dugni. Meg ezt a civilt is. Elhívjuk. Erre csak. Package. Felveszik. Gyere csak ide. Kérlek szépen. Az mindig így szokott történni. Ilyen úgy, ahogy kellene. Hoppa. Aha. Jó volt a sejtésem. Itt még. Hopp, de hát ez... És olyan. Ah, jó, itt vannak. Az ajtók. Ups, veszel semmit. Eladó. Most már abban kell reménykedni, hogy megtalálom az véges dolgokat. Itt, ha kimegyek. Ott van még a... Jobb, itt. Itt a másik bolt, mert a boltok mögött van. Ups. Jó, ott egy... This is the place. Erre jön? Na. Na, szuper. Már óvatos vagyok, meg lesz az ötödik is, mert legalább tudom, hogy hol keressem. Nem. Ketten van? Másik, ez civil.
Itt remélem meg lesz. Tényleg nem tudom, hogy... Oh, push the button. Oh. Hát nem mehetünk le. Gyerünk már, nem hiszem el. Oh. Hova megyünk? Ez már... ez a páncélterem. Hát... teteje és alulról fogjuk... betörni. Jó, itt van. Hopp. Igen. Az utolsó. Majdnem ott vagyunk. Na de ez az őr mozdulatlan? Ja, az. Éj, az, aki így szokott áldogálni. Mert nem tudom, hogy merre, de vannak a pályákon olyanok, amikor mozdulatlanok. Hol mehetünk le? Tesszük a C4-et. Garázs. Elvéztak. Majd még mindig. Mi ott megint egy olyan gomb. És egy győr. De lemegyünk ide, akkor csak nem lesznek. Az nem lesznek ketten is. Meg egy még ott fentebb van, az nem tudom, mondjuk lejön-e. Kellemetlen lesz. Hogy lehet a plafonra egyáltalán elhelyezni? Oh, még valaki? Ah, egy civil. Kamera. Már csak... jön megint. Ja, azért. Ott nincsen kamera szerintem, hogy itt leültetjük. Gyere csak ide, elbújtatom. Az itt pont jó közel van. Te irányítottad ezt a targoncát? Ez... lehet az... az kellene. Már csak... tényleg! Volt már rablás, amikor targoncáztunk. De hát most ez nem hallják majd meg az őrök, hogy... Wow! Oké. De az a kamera. Nagyon rossz helyen van. Azt a targoncára kell így állni. Van itt még. Ha? Na jó. Mi van? Ott egy... Jaj, ez nem is az. Itt van még. Vagy három. De hát... Ho! Na jó, azt ki kell iktatni. Mert hát 30 másodpercig, azt hiszem a kamera loop addig tart. Ez tök jó. Targonc. Tolatást, azt meghallják. Nem tudom, hogy meghallják-e, de ez elég hangos. Mondjuk a kamerás nem veszi észre, hogy éppen valaki targoncával itt járkál és babrál a plafonnal. Akkor már mindegy. Még itt kellene. No, az utolsó négyet ide. Remélem addig nem jönnek az őrök. Nem lehet kikapcsolni, hogy pittyeg ilyen hátrafelé. Tudom, biztonsági okokból van, hogy lehessen hallani, hogy éppen valaki ott volt. Most nem kell. Back into the pyro-konszol. Ja, a pirotechnika. Akkor induljon be, amikor a C4 robban. Ha! Így kell ezt. Így bizony. Szerencsé, hogy fordultál egyet, mert... Rajtadom. Nem mész oda tévézni inkább. Na, menjünk csak. Na, ez jó lett, szerintem. Mert fel kell robbantani azt a C4-et. Azt mindenki... észrevenni. Viszont... jössz le. Jó, akkor szólsz. Vagy nem? Marad ott. Kuk. Jó. Akkor úgy tűnik itt, hogy itt kettő őr volt lent. Meg egy civil a targoncával. Ide fent, hát ide fent is legalább kettő. Civilek természetesen. Oké. Azaz a zene indul be. Majd amikor megy a zene, majd akkor nem hallja senki. Ja, de most lent vagyok. Fel kell másznom ugyanúgy. Vagy hát nem ugyanúgy, hanem ahol én voltam. Az lesz még nehéz. És volt, hogy lebuktam. Nem itt az ajtó, hanem egy alárébb. Fel tudok. Nem hagyja. Hát menj! Hát onnan, itt van valami. És tényleg ide fordultál. Hogy mi volt az?
dobálok inkább ilyen köveket, és akkor hey, az mi, oda megy majd. Jó, nem is erre kellett jönni, de erre. Hó, közel volt. Inkább kinyitom. Jó. Vagyis erre föl. Vagy nem erre föl, hát nem is tudok fölmenni. Ne szórakozz már, hogy eltévedztem. Ja, itt lesz valamerre a lépcső. Ott is van valaki, vagy ez ki van? Civil volt lehet. Bejövünk ide akkor. Itt lefelé. Nem? Az a cél. Ja, ez ismerős. Igen, ott. Ja, igen, igen. Rejtettem el. Egyik hullát. Menj a kamera. Itt volt az őr, az erre jön, vagy? Jó. Onnan jött el, akkor itt nyugis a hely, gondolom. Ja, már nincs annyira messze. Ups. Óvatosan. Ja, de akkor most kell oda bemenni, ahol az őr volt. Vagy hát még amikor felszedtem a maszkot, akkor volt egy alkalom, hogy eljöttem ide. Ki volt írva a lounge. Top floor, hát megyek, ahogy tudok, Bane. Az a baj, hogy nem könnyítette meg a dolgomat nagyon sokkal az, hogy megvan a C4. Baj, ne vegyél. Jó, innen már elment az őr, de majdnem észrevett valaki. Na, itt van még valaki. Esetleg itt van. Még szerencsé, hogy az F-et nyomkodom, mert... Húha. Már nagyon hangos a zene. Itt vagyunk. Valaki itt. Az őr az belá. Itt mi a... Ho! Egy civil. Na, csak akkor téged. Na! Ha lesz szó. Földre. Gyerünk föl. Észre fog venni. Mi? Nem lát ide be. Azért... Hát ide bejöhet. Hova dugja le? Ide lefektetlek, az jó. Na jó. Akkor... Hát szerintem ki... Kellene iktatni azt. Ó, ne a kamera! Ó, nem hiszem el! Hogyha nem lövöm el ennyire... Á, és akkor most már ezt nem is lehet. Ez mi? Hát ez hova kerül? Hát de ez mi? Ez most mi? Na már most kiiktatom ezt az őrt. Na, hogy nekem itt gondom legyen. Kettőt iktattam ki eddig, ami oda lent a C4 elrakó helynél, vagy hát a páncélterem alatt volt. Hú, akkor remélem más ide nem jön be, csak ő ellen elvizgetett itt. Akkor nyugodtan felfedezhetsz, így van. Csics le. Földre, és majd én csinálom a pirotechnikát. Na nézzük. Laptop. 30 másodperc. Wow, ezt észre se vettem. Akkor... Ah, a zene. Ez az... Csináljuk neki a show-t, mi? Tudod? Ja, majd Bane irányít minket, hogy a C4-gyel egy hangba menjen. Király lehet. Én ki beszél? Alessa? Csinálják jó show-t. 0/3. Oké. Okay. Nyomjam meg a gombot. Melyiket? Jobb, aztán bal. Oké. Aztán, aztán király. Mit csináljuk itt a partit? Habár csak gombokat kell nyomogatni. Ha, most mit mond? Pedig megint aktív. Right, left. Oké. Okay. De még mindig csak 0/3, pedig kétszer már megnyomtam. Két alkalommal így mondták.
Hát az is közben legalább nem is zavarnak az őrök meg senki. Drop it. Középső, jobb oldali. Oké, okay, 1/3. Pfú. Hát akkor ez hosszú lesz. 3x3, 9-szer kell ezt ezt megcsinálni. Oké. Akkor figyeljük és csináljuk ezt, meg élvezzük a zenét. Meg a tömeget. Középső jobb oldal. Mi az animáció? Motó. Tehát a Biker Heistra után ezt a Crime Spree alkalmakkal már kipróbáltam, de még úgy komolyan nem teljesítette. Tudom. Melyik jön meg hamarabb? Hoppá, az öt. Houston maszkja. Mit keres az oda kivetítve? Mit tudom? Újabb válaszolás, és ez pedig az utolsó hármas. Oké, okay. Hoppá, achievement. Ennyire jó volt? Akkor fel is robbantottuk. Mi? Aha, fűrész. Hú. Ja, igen, cutter. De nagyon örülhet-e meg. Most már csak jussunk ki. Egybe. Menjünk le. Szokott járkálni őr. Nincs. Ott jön. Kicsit felveszik addig, amíg... Vagy... Lehet nem ez az, aki itt szokott átjárkálni. Abba biztos vagyok, hogy itt is van. Egy őr, aki itt mászkál onnan oda. Meg... Rá megkerüli, nézd meg. Honnan tudja. Ne! Oh. hova is kell most nekem le a földszintre? Akkor, ja, aha, jó irányba megyek, jó. Arra ott kimegyek, le a lépcsőn, jó. Ez az őr pedig így szokott járkálni. Arra megy el. Már csak nem kerül itt egyet a dobozok mögött. Hát... Szórakozik. Ó, bement oda. Jó, kés. Itt is van egy őr, aki... Aha. Már kiismertem. Hát nem ez a második próbálkozásom, hogy jövök. A legelső, hogy a videó kezdődött, az volt az első, de... Azóta jó néhányszor... kellett tapasztalnom itt a helyzetet. Van egy őr, aki onnan lépcső aljától feljön idáig. Meg van egy másik, aki a másik lépcsőnél járkál fel a lépcső tetejéig, és ott le... Merre jár, ott van lent, onnan lentről ide fel. Itt meg szokott néha állni annál az ajtó. Hát nem ajtó van, csak valami betűrömkede is ott. Jó, mit? De? És itt is szoktam látni őt. Civil, és ott kell lemenni. Az az őr ott szokott feljönni, meg itt ilyen járkál körbe. Nem tudom most melyik pozícióban van. Türelmesen ki kell várni. Mert a kamera az ott olyan helyen van, ha akár a civil, akár az őr észrevesz minket. Ó. Oh. Szirő. De hol van? Hát kellene lennie. Az a civil kimegy előre mondjuk, akkor... Hát, ja, ott jön. Jó, jó. Kés. Az őr bejelölve. Megy előre, de a civil attól még, hát ez elég furcsa szokott lenni. Most is most forgala, úgy, hát úgy senki nem sejtál, hogy így move-walk össze-vissza. Oh, valamikor észre lesz a civil, valamikor átmegyek rajta, nem vesz észre, szóval ez nem csak ezen a rabláson, hanem tapasztalható. Úgyhogy ez egy külön jelenség, civil a Payday 2-be. Na de... Én már itt vagyok a végén, vagy hát gondolom, hogy kinyitom és viszem a cuccot, megyek haza. Ennyi volt. De izgalmas és egyedi volt. Hát ez a Payday 2 szerintem egyik legnagyobb
hát jósága, hogy előnye, hogy mindegyik rablás vagy pálya annyira egyedi, hogy csak na. Oké. Okay. Na elvileg innentől kezdve már nincsen semki és semmi, ami gondot okozhat. Egyedüli dolgok azok a kamerák, amiket hát 30 másodpercre így tudok kiiktatni. Három is. Kettőből. Előrébb kellene menni. De ketté van nálam, szóval. Ja. Hát egy kicsit előrébb állok. Ezkedek valamennyire. Így. Tolatás. Aztán. Így jó lesz, hopp, lejár a hack. Megvárjuk át, most akkor az ilyesmi lesz. Hack, megvárjuk, levesszük, feltesszük. Nem is jól látom be. Nincs írva, nincs írva, hogy mennyi, de teljes kört megy. Akkor kész. Wow, a pénz! Kicsit előrébb. Így. Na jó, hát akkor itt ez lesz mindegyik helyen. Ezt meg kell csinálni, nem? Még ott is, aha. Ez hosszú lesz. Addig felveszem a te... Hopp, aját. Secure the loot. 12 táskát kell venni. Oké, és hát valami, ja ott az az őr, másik, föl. Vagy kettő, három táska, egy. Oké, és ugye. Ja. Ja, van az, lehet-e? Nem ide, hova? Hova gondolja? Hát de ott civilek meg őr, ne csinál. Hova irányít engem az a játék, nem áll. Na, már csak kinyitom. Azt mondta Bane, hogy Red Squares, ezt mire ír? Ide eldugjuk, vagy hát amennyire ott eldughatónak nevezni. Hát ő... Itt a civil. Aha. Már csak. De kell elbújtani. Aha. Oda kell feldobni. Ó, de hát ez annyira rossz hely. Hát... Ez a civil is rossz helyen van. Ott van a... Hát, ez veszélyes volt. Nem tudtam, az a kamera ott van. Na, oké, akkor... Ezt a testet... Na, ide elrejtjük. Amennyire ezt elrejtésnek nevezhetem. És... Akkor... Van tovább a dolgomat, ha... Ha nem venné észre a kamera. Jó. Kettő esik le egy olyan C4 helyre. Ott is vannak még. Gondolom mindegyiket el kell hozni. Hát eddig van egy fent, akkor ez így 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Ez volt az utolsó. Most már csak fel kell pakolni mindet. Most már vigyünk be egyet. Nézzük meg, hogy mi a helyzet. Így őr járkál. Azt szerintem nem jön be idáig. Csak ott van. Ezt a civilt azt hát kiiktattam. És akkor elvileg az az őr még ide is befordulhat, szóval óvatosnak kell lenni. Itt, ha ide feldobom, akkor megvan egy táska, 345 ezer dollár jelent ez nekünk. Hát ideig feldobtam így a lépcsőhöz, onnan lentről az összeset. Nem tűnik soknak, de ez elég sok táska. Ezt szerintem több mint 12, úgyhogy most szépen óvatosan elviszem a dobóhelyre. Oké, ide is bejön. Oké. Aztán inkább... Iktassuk ki, jaj, le ne csúsz nekem a kamerába, ha bár ott nincs is kamera. Ú, ez remélem, ez várja. Két őr volt lent, egy őr ott a DJ-nél, egy... Ez a negyedik. Jó. Hú. Na de legalább akkor ezzel nem kell foglalkozni. Most már még egyszerűbb ez a pénzgyűjtés itt. Elhozom mindet. És ez a 12. Oké. Amikor kész vagyok, hogy levegyem a maszkot és kimenjek, akkor szóljak. De még elviszem ezeket. Összesen 18 táska volt, na akkor hívás. Ide jövünk. Vegyem a maszkokat. Épüljek be. A tömegbe. Kint vár a kocsi. Miért ez? Hát elvileg csöndesen csináltam az egészet. Akkor csak nem bukok már le, nem? Escape away. De még nekik neki mehetek az őröknek, mi? Ha innen csöndbe kijövök. Hát én egy dolgozó vagyok itt.
Erre leigaz. Ott török. Ott is. Mint egy török a civileken keresztül lehet meg. Addig gondolkozok. Arra biztos nem mehetek. Nem akarok túl sokáig gondolkozni, mert még lebukok a végén. Civileken keresztül mehetek, vagy nem? A kérdés. Mert általában igen, de most nem tudom mi a helyzet. Itt követjük. Egy, meg át. Körbe fogjuk venni. Beszorítom. Hát, itt átmegyek. Nem engednek el! Nessie! Ne szórakozz! Mégsem mehetek alatt. Itt keresztül. De itt még nem tudok kimenni. Lehet csinálni már, ez valami játék. Arra nem akarsz. Hát de... Ja, ott. Aha. Jó, még megijedek. Ez a legkönnyebb része, gondolom az egésznek, de még megijedek. Hát nem tudok mit csinálni. Na jó. Egy őrit köröz. Őt kellene valahogy kikerülni. Ja, ő eljön idáig, én meg innen bentre is megyek, nem? Úgy lesz. Meglátjuk, mert hiába követem itt. Ott megfordul, nem megy el annyira messzire. Ott fordul és jön ide. Vissza. Na akkor bejövök ide. Így. Reméljük, hogy ott tovább megy valamennyire. Megvárom. Ez az egy őr, ami zavar. Többi az egyáltalán nem. Menj. Szevasz! Jó van. Ja. Ugye innen már csak kimegy. Igaz? De vegyetek észre! Jó! De mit kiabálsz ott van? Jó van. Sikerül. Ó, kis 10 milliót kaptam aztán. Sok achievement. Super. Két achievement, amit feloldottam közben, azt kérte, hogy a piros szekvenciát hiba nélkül teljesítette. Másik pedig azt kérte, hogy anélkül teljesítsem hangosan, hogy nem használom a zipline-t vagy a backshoot-ot. Ja, a táskákat lehetett volna könnyebben is pakolni. Hát de nem is volt hangos. Igaz, hogy én magam vittem a táskákat, na mindegy. Másik két kimaradt achievement közül az egyik azt kéri, hogy úgy teljesítsem, hogy nem öl meg a csapatból senkit, szóval Sound of Silence. Hát azt gondolom hangosan nem lehet teljesíteni, viszont normálon lopakodva végig az egészet, igen. Aztán a másik achievement azt kéri, hogy szerezzem vissza a 7 dolláromat. Természetesen Steamen gyorsan rákerestem, itt van, hogyan kell megcsinálni hangosan. Miután letettem a 3 C4-et, menjek oda a Ticket Machine-hez, a jegyhez, és tegyem le az utolsó C4-et. Fel fog robbanni, itt van benne pedig a 7 dollár, ez a Hoxton Breakout-tól kapcsolatos, hát mert ott is a ticketet úgy kellett, amikor lementünk a parkoló garázsba úgy beletenni. Szóval van egy videó is, hát keressetek rá a Steamen, de itt van elmondva, hogy hogyan kell csinálni azt. Hú, aztán ez kemény rablás volt, mint ahogy megszokhattuk az új rablásoknál, örülök, hogy kipróbáltam, remélem nektek is tetszett, találkozunk legközelebb.